A Munkásművelődési Központ kézműves táborának kezdete óta minden csütörtökön ilyen, és ehhez hasonló programokkal várták a foglalkozás résztvevőit és a külsős látogatókat egyaránt. A 6 hetes tábor pénteken fejeződik be, amelynek zárásaként egy nagyszabású búcsú rendezvényen lepik majd meg a táborozó gyermekeket. A mostani rendezvényen a Rátóti Marci Pipinkéje című előadást láthatták az érdeklődők. 3 mesét raktak össze, a Szélrózsa Társulat volt a Baracs Néptánc együttessel, egy rettentő vidám, a társulathoz képest, tehát megszokottan pontosabban, egy vidám, játékos, nevetséges előadás volt, több mint 200-an voltunk itt, vendégünk volt a napközis tábor, a jószolgálati otthon lakói, egy óvodás és egy bölcsődés csoport, és rengeteg kismama és kispapa hozta el a gyermekét ide, tehát a mai nap volt tényleg a záró csúcs előadása a rendezvénysorozatnak. A rendezvényre látogató gyermekek közül mindenki jól érezte magát. Akadt olyan, aki ugyan ismerte az előadott történeteket, de mégis nagy érdeklődéssel figyelte az előadást. Vicces volt, és igaz, hogy ismerem ezeket a történeteket, de jó volt így megnézni. Hát úgy vicces volt, és minden tetszett, ahogy előadták, a szöveg, minden tetszett. Húztad innen! Húztad onnan! Nekem azt tetszett, amikor a királytól el kellett lopni dolgokat, és azért tetszett, mert a Marci igazságos volt, és a király meg viccelődött, hogy mindent ellopott. Szerintem nagyon élvezetes volt, meg jó, hogy sok tánc volt benne, meg a végén ez a táncház is jó volt. Nekem azért tetszett nagyon, mert vicces volt, meg a tánc sok volt benne, és a végén a vizet viszek Pipikének. Az előadás végén, ahogyan azt már megszokhatták az érdeklődők, a társulat színészei bevonták a gyermekeket is egy közös táncba.